Sziasztok, üdvözlök uram mindenkit a mai videóban, és igen, maga címből is lássátok, ez egy speciálisabb, úgymond érdekes vlogadás lesz. Úgy gondoltam, hogy most bemutatom nektek Váradon a buli szakaszvelyeket, amit én ismerek is, persze, mert van, amit nem ismerek, és azt nem fogok beszélni. Az érdeni fogja a központot, meg egyébként így a úgymond központon kívül részeket is, tehát repéletek van egyeket, amit nem volt még vlogban benne. Központi részezokat már lehet láttátok, de bőven beszélni fogok majd róluk. Shadow settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Na emberek, hölgyeim és hölgyeim, ezek voltak úgymond a fő téren kívüli szakaszvelyek, hogy én kb. Ismerek. Ezért kb. Ezek is lesznek. Ugye ez három helység volt, ami egyébként fontos nagyon érzem, mert egy egyetemisták körülbelül is ismertebbek. Persze meg voltam, de tudok véleményt mondani róluk egyébként. Többségben magyarok, tehát magyar helységek, magyar személyzet is van. Ez is pozitív dolog itt nagy vállalatban, hogy magyarok dolgoznak ezek a helyeken. Egyébként mindenkinek érdemes ezekre jöjjön a nagyvárosba, de eljön, mert azért jó érzés kap egyébként. Ezek mind romkocsmaszerűségek, ugye a Moszkvát is bevesszük. Gekka egyedül kivétel, azt nem nevezem romkocsmának, az nem teljesen az. De lényegben kb. Ezt a dátus képviselik, igaz, hogy olyan sorban fisztom náluk. Na mindegy. Mindegy különböző célóink az, ami egyébként itt a föltel lesz, ahol igaz, nem jártam be, de nem voltam ilyen egyeken, de akik kívül meg tudom nektek egyébként mutatni, meg egyébként igen, erről. Going through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Nagyvárad szórakozó eljei pár része egyébként. Mi nagyon láttátok, szerintem mi nagyon feltűnettek így a központban, és ilyen kb. Pubok voltak többségében. De azért is van így, mert egyébként én ezeket tartom teljes minden szórakozó sajátnak, hiszen ugye ide gyűlnek nagyon sok ember, tehát nagyon sok ember ez jön, ahol egyébként többségben beszélgetnek, főleg a nyári időszak aktívabb, ami egyébként olyanban nézhetek meg a nyári, vagy nem tudom, a tavaszi gólanyagokat, ott láttok nagyon sok ilyen kiló széket. Nagyon érdekes, hogy most egy kicsit be van pakolva, mert ülös van, de ezt ne érdek úgy, hogy most az időjárás miatt is. Tehát nagyon jók ezek a klubok, és én például személy szerint azt kell nektek mondjam, hogy én nem járok olyan sokba, és nagyon ritkán is megyek, tehát a megyek is, de nekem is jó néha elmenni. Tehát, és maga a zárak sem olyan drágák, ezt szeretném most kifejteni nektek, hogy Nagyvádon összviszerre megyünk, függ persze, hogy eszkedik el szakozó hely, de kb. Árak egységesebbek, de van, hogy drágábbak, attól függ, de kifizetendőek, az biztos. Tehát ki lehet fizetni, főleg az egyetemisták körében nagyon szoktak sokat járni. Tehát lényegében ezt kell, ezt tudjátok, hogy ezek úgymond itt állapotok, és nem ilyen informatikus videóval tudtam nektek kicsit szolgálni. Azt az egy sajnálom, hogy Gekko, mert ugye vagyok, ezek nem úgy sikerültek, és nem külben mindegyik. Tehát valószínűleg képanyagra utólag be lesz téve, tehát ez most lehet már nem lesz aktuális téma. Na mindegy. Következő videóval jövök nektek, ami egyébként egy meglepetés videó lesz, olyan szinte, hogy egy külföldi utazást fogok nektek bemutatni, ami például aztán Budapest lesz, tehát azt is nagyon várom, leforgassam nektek. Na jó, a mostanra találkozunk. One day we'll reveal the truth.